Szakértők szerint ez az év, 2017, az új lakásokról szól, és nem csak az ország többi nagyvárosában, de így Győrben is, ha körbejárnak a városban, ezt maguk is megtapasztalhatják. Jó estét kívánok, köszöntöm a Győr Plusz Televízió kedves nézőit, ez itt a Konkrét, benne pedig építészetről, városépítészetről, lakásépítésekről és társasházakról fogunk beszélgetni, kivel mással, mint a város főépítészével, Révi Zsoltal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát Révi úr, jól látjuk, mi azt akár forgatás közben, hogyha járjuk a várost, hogy tényleg gombamódra szaporodnak a társasházak Győrben. Ha tudunk mondani egy-két számot, társasház, épület, lakás, hol, merre, mennyi épül most Győrben? Igen, jól látják, mondhatnám, hogy hál' Isten sajnos jól látják. Hál' Isten, mert főépítész boldogabb nem lehetne, hogy épülnek a házak, társasházak, lakások, mindenfélék. Sajnos, mert ennek a struktúrája és a minősége azért nem igazán az, amiről egy főépítész álmodik. Erre visszatérhetünk majd, ha gondoljuk, a mi mennyi. Nem tudok pontos számot, de nagyságrendet igen, hiszen nagyjából minden lakást látok, illetve amit nem, azt elég baj, hogy nem, de majd erre is visszatérhetünk. 2000 fölött 2-3 ezres nagyságrendben épülnek lakások, hál' Isten sajnos, mert hogy ennek a döntő és túlnyomó többsége társasházi lakás, ami jó, is meg nem is, ugyanis társasházi lakás, de megítélésem és tapasztalatom szerint ez döntő többségében bérlakás, ami szintén jó és nem baj, mert ez azt jelenti, hogy van rá igény. Érdekes a struktúra, mert tulajdonképpen beruházói előkészítése, lakossági finanszírozású piaci bérlakás építés program zajlik Győrben, ami izgalmas meg érdekes, hogy ez ezáltal drága vagy olcsó, erre is visszatérhetünk, de döntően bérlakások, ami még egyszer mondom, nem baj, de pikáns izgalommal tölt el, hogy mikor fog igazi lakásépítés elkezdődni, ugyanis ebből a 2-3 ezer lakásból csak néhány száz, amit én igazi lakásnak ítélek, gondolok, akár társasházon belül, akár társasházon kívül, tehát az, hogy olyan ikerházak, családi házak, sorházak, de korszerű és modern értelembe vett sorházak, és nem ezek a fekvő 6-8-10 emeletesek, amik annak idején a divatba jöttek a 2000-es évek elején, és sajnos nem mentek ki a divatból, erre is visszatérhetünk. Igazi sorházakból, ikerházakból, tehát ilyen családi ház jellegű, vagy félig meddig családi ház jellegű lakóparkokból azt kell mondjam, hogy nagyjából egy se. Tehát én nagyon várom azt, hogy megjelenjen az igazi lakásépítési igény és piac, és mondjuk igazi lakóparkok is épüljenek Győr kertvárosaiban és családi házas övezeteiben. Ezek a nagy számok és ez a rengeteg épülő lakás, azt jelenti, hogy ekkora igény van rá? Tehát van fizetőképes kereslet ezekre a lakásokra, akár már el is vannak adva ezek a lakások, már miközben épülnek? Ez hogy néz ki? Igen, bármi hihetetlen is, Budapest és más egyéb ismerőseim nem hiszik el, sőt, még néha győriek maguk sem, hogy ezeknek a lakásoknak a zöme már papírból elkél. Gyakorta olyankor is, amikor még építési engedély sincs rá, ami nem jó, erre kérném tisztelettel, tessenek figyelni, hogy azért, hogy mit veszünk, erre is visszatérhetünk majd, tehát, hogy mit veszünk, azt tessenek megnézni, azért az, hogy még nincs építési engedély, tehát még nem biztos a projekt. Ennek a műszaki tartalma sem biztos, és már akkor lakásokat vásárolnak a jogilag nem létező lakásokból, ez nem szerencsés. Az nagyon szerencsés és nagyon jó, hogy egyébként már papírból el kell, mert ez jó piacot gerjeszt. Tehát ez nagyon jó. Hogy meddig lesz ez így, ez érdekes, magam is izgalommal várom. Egyrészt van egy kis riadalom, hogy valóban van-e akkora igény, mint amennyi építés most elkezdődik, illetve amennyi tervet látok én az asztalon. Az a gyanúm, hogy van. Erősen az a gyanúm, hogy lesz is, hiszen az egyetemfejlesztés és egyéb ipari fejlesztések, azt hiszem, és ez is nagyon jó, még gerjesztenek lakáspiacot, gerjesztenek akár lakosságszámot is, ami nagyon fontos, és Győrnek nagyon kellene, tehát ha lakosságszám növekedést és további lakáspiacot, lett legyen az egyébként bérlakás vagy bújtatott bérlakás, nekem az is jó, tehát az, hogy lakáspiacot gerjeszt, az jó, nem baj, ha minőségi piacot is gerjeszt, az jó lenne, de az árak nem tartanak ott, hogy ez valódi minőségi piac legyen, ezt pontosíthatjuk majd, ha akarjuk. De én azt gondolom, hogy van és lesz rá igény. Azt hiszem, hogy a riadalom nem indokolt, de azért nem baj, hogyha a gagyiból kevesebb lesz, mert sajnos még nagyon sok van.
Ha már említettük az árat, úgyis megkérdeztem volna, egy körképet olvastam a napokban, ahol azt írják, hogy Győr messze nem tartozik a legdrágább városok közé. Nagyjából 340 ezer forintos négyzetméter áron kínálják az új építésű ingatlanokat, ehhez képest Budapesten mondjuk 590-nél jár az összeg. Árban és méretben mi a jellemző Győrben? Az árat most nagyjából elmondtam, ha ez így van, akkor erősítsen meg. Méretben a többség az milyen méretű lakás épül? Igen, ez is összefügg azzal, hogy ez tulajdonképpen döntően egy bérlakásépítési projekt halmaz. Ezért az árak ilyen 300-400 ezer forint per négyzetméter, de inkább a 300-hoz közel, 340-350 körül vannak. A jobb minőségűek több, de mondom, abból kevesebb van. És méretben is a kisebbek és a kicsik. Ami mondom, nem szerencsés, bár abban azért szerencsés, hogy egyszer majd ez újabb lakáspiacot fog gerjeszteni, és akkor majd fogok neki örülni. Tehát inkább a kisebb lakások kisebb árakon. Ami viszont érdekes, hogy ez lakásárnak országosan, és főleg Budapest viszonylatában kifejezetten olcsónak tűnik. Nagyon jó, hál' Istennek budapesti cimborák is érdeklődnek győri lakásvásárlás iránt befektetési célból. Hála Isten, hajrá, biztatom őket, hogy vegyenek lakást befektetési célból. Ám de mert befektetési célból veszik döntően kiadásra. Azért az érdekes, hogy ezáltal, mint bérlakások nem olcsók, tehát a bérleti díjak viszont magasak, megkockáztatom, hogy nem, azt nem mondom, hogy irreálisan magasak, de a piac számára kellemesen fogyaszthatónál magasabbak. Gondolkozunk is rajta, hogy az önkormányzat Győr-Szólal közösen, vagy nem, de inkább közösen belépünk esetleg a piaci bérlakás piac tájékára is valamilyen konstrukcióban. Erre már tavaly volt gondolkozás, aztán még gondolkozunk rajta. Nem lenne indokolatlan és érdektelen, ugyanis a magas bérlakás árak azok nem jók. Azok nem jók a városnak, nem jók a győri iparnak, általában nem jók a győri gazdaságnak. Tehát az nem szerencsés, hogy bár a lakások olcsók, de mert kiadásra épülnek és meg akarják termelni a saját árukat, bérlakásnak drágák. Tehát ez egy ilyen érdekes paradoxon, ez nem túl jó. A minőséget már említettük, sok gond van a minőséggel, akár még gagyi is előfordul, nem kevés. Ennek mi az oka és hogy lehet kivédeni? Hát ugye az, hogy gyorsan hamahama sokat, és hát bocsánat, de gondolkozás nélkül vesznek az emberek. Erről sokat beszélgettünk már többször is, de nem győzöm hangsúlyozni ceterum censeo és rögeszmésen és mániásan, hogy tessék megnézni, hogy mit tetszenek venni. Jó, hogy baromi jó árnak tűnik, hogy az összlakáspiacon látszólag nagyon jó árban, jó befektetési céllal jól lehet venni, de ezek között nagyon sok lakhatatlan lakás van, sok olyan lakás, ami ha tényleg komolyan benne akarunk lakni, akkor pocsék, adott esetben akár még bérlakásnak sem igazán jó. Tehát én találkoztam olyanokkal, főleg ezeknél a fekvő X-emeletes sorházszerű képződményeknél, hogy épp a minap tegnap egy családnál vendégeskedtem, elmondták, hogy ja Istenem, ha előbb gondolkoztunk volna, ha jobban megnéztük volna, akkor bizony nem szállunk ebbe bele. Tehát döbbenet, hogy egy kiló lisztet nagyon megnéznek az emberek, hogy mi van benne és mennyiért veszük. A, mit tudom én, 220 forint, de A 15-20 millió forintért az emberek gyakorlatilag gondolkozás nélkül, vagy legalábbis figyelem, tehát körültekintés nélkül inkább így mondanám vesznek. De az, hogy nem fordulnak szakemberhez, mert drága, bár nem tudom, hogy drága egyébként, szerintem nem, drágán rossz lakást venni, vagy fél drágán rossz lakást venni. Tehát tessenek megnézni, hogy mit. Egyébként a gagyi, az nem is azt mondom, hogy annyira gagyi, hogy az anyagok meg a nem tudom micsodák, tehát azért nagyon vacak lakások olyan értelemben nem épülnek, hogy hát nem dőlnek össze, meg nem repednek meg a falak, remélem, meg nem ócska anyagokból van összerakva. Inkább az, hogy a funkcionális minősége nincs kitalálva ezeknek a lakásoknak. Nagy tételbe gyártva van ez a olcsón sokat, és az, hogy egyébként működik-e a lakás, az sem az építtetőt, sem a beruházót, sajnos még a vevőt sem érdekli. Na ez a nem jó.
Ha már minőség, és egy dologról mindenképpen szeretném, hogyha még beszélnénk, mert annyi mindenről beszélhetnénk még, csak az időnk meg ugye véges. Néhány hónappal ezelőtt ugyanitt, ugyanönnel beszélgettünk arról, hogy jött egy új szabályozás az építkezés tekintetében, mégpedig az, hogy 300 négyzetméter alatt nem kell építési engedély az új építésű házakhoz. Akkor sokan attól tartottak, hogy sok lesz a gagyi, sok lesz az oda nem illő építmény, épület, ház, bármi más. Beváltak-e ezek a jóslatok, lett ebből sok oda nem illő épület, vagy inkább pozitív irányba ment el a dolog, és szerencsére ez a könnyítés, ez nem okozott akkora nagy durranást. Hát, hogy a pozitív és az optimista részével kezdjem, szerencsére egyelőre úgy tűnik, hogy akkora durranást nem okozott, akkora nagy baj nem lett, mint amitől rettegtünk. Igaz, ennek két oka is van, az egyik, hogy menet közben azért szigorítottak a szabályokon, tehát az egy évvel ezelőttihez képest tavaly, amikor márciusban éppen a vészharangok kongatása okán azért egy pár helyen szigorítottak, ami jó és fontos. Továbbá ugye azért az a tényszerű riogatás, vagy riogatásszerű tény, hogyha valami engedély nélkül épül, bár de szabálytalan, vagy szakszerűtlen, vagy nem jó, akkor még akár bontás is lehet, de legalábbis combos és kiadós büntetések várhatók. Ezért gyakorta van, hogy az emberek, vagy a tervezőik könyörögve követelik, hogy játsszuk le az építés engedélyezési eljárást, tehát legyen szépen engedélyezve az épület. Látok már olyanokat, hogy 301 négyzetméternek van csalva a 299, csak azért, hogy engedélyköteles lehessen, ugyanis azért az egy biztonság és egy konfirmáció, hogy a szakma végignézi a házat, és ha van rá építési engedély, akkor nem lehet nagy baj. Tehát ez a jobbik változat. Tehát van olyan, hogy, és lett olyan sajnos, amikor sumákolt az építőipar, a beruházóipar, és 300 négyzetméter alá variálták az egyébként nem 300 négyzetméternél kevesebb vagy kisebb méretű házat, csak hogy ne kelljen építési engedély, mert hogy ugye a tervtanács nem hagyta jóvá, egyébként vitathatóan szabályos, tehát bizony vannak olyanok, ahol megpróbálják, vagy megpróbálták kijátszani a szabályokat éppen ezzel a nem engedélyköteles és a nem engedélyköteles kategóriába bevariált építkezésekkel. Meglátjuk az eredményt, megpróbáltunk ezekre rárepülni, mi magunk is, nekünk ugye minimális a hatáskörünk, de azért együttműködve az építésfelügyelettel, együttműködve azokkal a kompetens hatóságokkal, konkrétan a kormányhivatallal és az ő szerveikkel, tehát a kormányhivatal építéshatóságával és építésfelügyeletével, hogy ahol kirívónak ítéltük a példákat, most csak azért nem mondom, mert szemérmes vagyok, de ha igény van rá, akkor tudok ilyeneket mondani. Tehát ahol bántóan kirívónak ítéltük a problémákat, amit egyébként a lakosság jelzett is. Tehát amit mondtam, hogy a szomszédok fognak majd először, tehát maga a lakosság fog fölháborodni, nem a szakma, amikor a szomszédjába elkezd olyan épülni, ami bántóan nem odavaló. Bizony volt olyan, hogy szólt a lakosság, meg mi is észrevettük együtt vagy külön, és most meglátjuk, hogy bírságokkal, építésleállítással és egyebekkel lehet kordába lehet-e ezt tartani. Amúgy meg egyébként ott, ahol szabályos, jó és rendes, tisztességes, szép gyakorta megkérdezik a tervezők önvédelemből bár, de teljesen jól értelmezhető, szimpatikus önvédelemből gyakorta akkor is kérnek településképi véleményt, vagy főépítési szakvéleményt, ha nem lenne muszáj, hogy ne legyen baj, és ez jó. Tehát ott, ahol tényleg nagyon tisztességes, nagyon korrekt, és nagyon rendben van a dolog, megnézzük, ránézzük, szép, jó, véleményezzük, ott teljesen jó, mert hiszen akkor miért is vacakolnánk felesleges adminisztrációval és bürokráciával. Főépítész úr, majdnem annyi kérdésem maradt, mint amennyi új lakás épül Győrben, úgyhogy legközelebb folytatjuk, néhány hét vagy hónap múlva. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, sokkal okosabbak lettünk, a legfontosabb, hogy bárki új lakást vesz, nézze meg, nézesse meg, anélkül ne vegyen újat, bármilyen jó áron. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Én is köszönöm. Kedves nézőink, ez volt már a konkrét a hét utolsó konkrétja, legközelebb hétfőn jelentkezünk majd. Éljövök ismét egy új vendéggel és egy új témával, addig is nagyon vigyázzanak magukra, viszontlátásra.
A műsorvezető ruházatát a Carlo Benetti és a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat biztosította.